A felsőnyeki búcsú alkalmával áldotta meg Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke, a temető dombon álló felújított Szent Lajos király templomot. A mise celebrálását követően pedig azt a keresztet, amit egy csontverem emlékére állított az önkormányzat. Egy csodálatos gazdagság és óriási ajándék, hogy így együtt ünnepelhettük. A templom megújulása és a templom, mondhatnánk, egy kicsit az újjászületése, én hiszem, hogy mindig szolgálja egy közösségnek az újjászületését. És egy kicsit úgy lendületesebb, nagyobb szeretettel, nagyobb örömmel lesznek itt együtt a hívek. Ez hozzátartozik a mindennapi életet, mint ahogy a saját otthonainkat is időnként föl kell újítani. De ez egy nagyon nagy összefogásnak az eredménye, és hála az itteni híveknek, önkormányzatnak, mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak. Nagyon rendkívüli múltja van ennek a templomnak, az itteni területnek, az itt élőknek. És ha kereszt valahol most ezt foglalja össze, egy kicsit úgy felszínre hozza, elénk tárja, és ha a múlton el kell gondolkodni, időnként, hogy is van, a személyes múltam is, egy közösségnek a múltja, hogy mi minden történt, hogy, de mégis itt vagyunk, mégis itt hálát adunk. És értük adunk hálát, akik itt vértanúságot szenvedtek, akik a hétköznapi vértanúságban értünk adták az életüket, és ez erősítse meg minket, hogy ne hátrafelé nézzünk, hanem hogy előre tekintsünk, és mi is újuljunk meg személyes életünkben, családjainkban, közösségeinkben. És ezért nagy köszönet a gondolatért, hogy legyen itt egy ilyen kereszt, amely erre az itt nyugvókra emlékeztet bennünket, és ugyanakkor meg a szeretet megújulására hív. Nagyon sok templom várja, vagy folyamatában van a megújulás. Természetesen ehhez rendkívül fontos az állami támogatás, és az egyháznak saját lehetősége nincs, saját kerete minimális, de mindenütt azt tapasztalom, mint ahogy itt is, hogy a hívek, a falu, az önkormányzat a maga lehetőségeivel támogatja, erősíti, és így egyre több templomot meg tudunk újítani, és a legfontosabb, hogy egyre több egyházközséget lelkületében, közösség életében megújítsunk. Az ünnepi szentmisének a keretein belül avatta plébánossá püspök úr, Lovász Zsolt, plébániai kormányzót. Egy fiatal pap elindul, és évek a formálódás, az alakulás, a tanuló idő. És a plébánosi státusz az az, amikor azt mondjuk, hogy na most már akkor felelősséggel tartozik a hívek az egyházmegye felé, és rábízhatunk közösségeket, bebizonyította, hogy alkalmas rá, hogy jól végzi a munkáját, és boldogan végeztem ezt a gyönyörű szertartást, hogy átadjuk a kulcsot. Templom kulcsát? Nem. Az ő szívének a kulcsát, az élet kulcsát, hogy nyissuk ki egymás előtt a szívünket, segítsük egymást, és biztos vagyok benne, hogy Zsolt atya ezt nagy-nagy örömmel és szeretettel fogja végezni. A felsőnyegi templom plébánosában még gyermekkorában tudatosult, hogy Isten szolgálatába szeretne állni. Én gyerekkoromban nagyon sokat minisztráltam, nagyon szerettem templomba menni, és tulajdonképpen gyermekként fogalmazódott meg bennem az, hogy pap leszek, hogy pap szeretnék lenni. Ezért is jelentkeztem azt követően az általános iskola után a Nagy Lajos gimnáziumba Pécsre, és a Jóisten azóta egyengeti az utamat onnan a Pécsi Hittudományi Főiskolára, illetve a Pécsi Papnevelő Intézetbe, a szemináriumba. Igazából a mai napban nekem a legnagyobb ünnep az, hogy a templomot püspök atya megáldotta. Tulajdonképpen ugyanazt a szolgálatot kell továbbra is ellátnom, mint eddig. Most már viszont teljes joggal, teljes körrel fogom betölteni a plébánosi funkciókat, amit eddig ugye kormányzóként kinevezve végeztem. A Szent Lajos király templom felújítására a Magyar Falu Program keretében nyert forrást az egyházközösség. Ezt még az elődöm, Serbán Valentin atya adta be ezt a pályázatot a Pécsi Egyházmegyén keresztül. Én ebbe belecsöppentem 2017-be, tehát akkor már tudtam, hogy megkaptuk a pénzt, tehát ez körülbelül olyan 40-45 millió forint között volt. Azért nem tudom pontosan, mert ahogyan haladt az idő, ugye inflálódás történt, és bizony a Pécsi Egyházmegyének is jelentős mértékben bele kellett nyúlni a saját tartalékaiba. Elsősorban a templom külső felújítását, illetve tetőszerkezetét érintette a felújítás.
Viszont a munkálatok során más dolgok is kiderültek, ezért volt az, hogy a templomból tulajdonképpen ki kellett költöznünk, és a püspök úr, akkor ugye Udvardi György volt a pécsi püspök, engedélyt adott arra, hogy az iskolába, illetve a kultúrházba tudtuk a szentmiséket vasárnaponként bemutatni, és akkor jött közbe a koronavírus járvány. A felsőnyéki katolikus templomot a tavalyi év végén vehette újra birtokba a helyi hívőközösség. 2021. október 17-én történt, ezt azért tudom nagyon jól ezt a dátumot, mert pont arra a napra esett antiohiai Szent Ignác vértanú püspöknek az emléknapja, és hát ugye ős keresztényként apostoli utódként ő maga fogalmazta meg először, hogy mit jelent katolikusnak lenni, mit jelent az egyházhoz kötődni. Az egyház megye segített abban, mert hogyha itt majd körülnéznek a templomba, bizony a padokat is ki kellett dobnunk, mert a fölújítás során derült, hogy annyira szuvasok, hogy nem tudjuk használni. A külsőleg megújult 15. századi falakra épült templom mellett az elmúlt századokban felsőnyéken elhunyt hívek csontjait őrző osszárium emlékére egy keresztet állítatott a település önkormányzata, amelyet az ünnepi szentmise után áldott meg Felföldi László, a pécsi egyházmegye püspöke.